Az apám mindig azt mondta... Szia, Maximo! ...hogy mindig azt kapod, amiért megdolgozol. És én mindenkinél jobban tudtam, hogy kell megdolgozni őket. Ó, oh, úgy látom, a terucid is nedves. 25 évvel később. Töltés! Árnyék! Korán értél haza? Hiányoztam. Megérdemelsz egy pompás frissítőt a kimerítő testmozgás után. Hé! Hey! Megcsaltál engem az autókereskedővel! Nem! Egy kicsit. Neki kidobott. Nincs se pénzem, se otthonom, se helikopterem. Még mindig lakhatsz a nővérednél. Hé! Hey, hey, Sara! ¿Qué haces aquí? Quería verte a ti y a mi sobrina. Sobrino. 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 ¿Qué dije? Sobrino. Sobrino. Eso. Sobrino. A kis Hector! Ugo a neve. Rád bízom a kocsimat, és rád bízom a fiamat is. Várj, várj, várj! A barátnőd? Azt sem tudja, hogy létezem. Ki az a nő? Á, ő Arden nagymamája. A nagyi. Tökéletes. A csábítás új árnyalata. Megtaníthatlak rá, hogyan használd a saját csáberődet, hogy megkapd, amit akarsz. Mikor kezdjük? Májusban. Első lecke, a szemkontaktus hatalom. A nők dögleni fognak, érted? Szemkontaktus, szemkontaktus. Ez az a fickó, ugye? Tudom. Menj szépen és keríts magadnak valami munkát. Eladó lakások! Hoppa! Az olyan pasik, mint te meg én. Úgy nézek ki, mint a nagyfaterom. Megteszünk bármit, hogy minket válasszanak. Fúj, az ott... Hogy kell szemmel levetkőztetni egy nőt? Én sohasem mondtam ilyet szó szerint. Dehogy nem, mindent leírtam ebbe a füzetbe. Milyen füzetbe? De miért pont egy tortillával? Hogyan legyél latin szerető? Nyugi, csak a saroktól hagytam vezetni. Május 4-től a mozikban.